Az utolsó előtti helyen álló Balassa gyarmatot fogadta a férfi kézilabda NB1B-ben a nyíregyházi KC. A papírforma sima hazai győzelmet ígért, és az első félidő után úgy tűnt, nem tartogat sok izgalmat a második játékrész, miközben a kapuban Olá Zoltán parádézott, aki Gadnai Attila autóbalesete miatt végigvédett, elől Gidai Máté és Tóth Patrik is gólerősen játszott. Fordulás után viszont kicsit belealudt a meccsben a hazai csapat, a Balassa gyarmat pedig folyamatosan dolgozta le a különbséget. Mivel Kurvei és Gubó is sérüléssel bajlódott, így Bécsi János vezetőedző cserékkel nem nagyon frissíthetett, így a vége előtt 2 perccel döntetlen volt az állás. A vendégek 7-est hibáztak, míg Nagy Csaba belőtte a büntetőjét, a következőt viszont kihagyta, így az utolsó 8 másodpercnek egy gólos hazai előnnyel vághattak neki a csapatok. 8 másodperc maradt, viszont passzív, fenn a játékvezető keze. György próbál labdát szerezni. Varga László elindul a kapu felé, ad egy remek átadást, Vasas Györgynek eldől, 24-22, és itt a vége. Nagyon ritka az, amikor én a pályafutásom során 60 percet játszottam, úgyhogy rendkívül elfáradtam. Innen is mielőbbi gyógyulást kívánok Gadnai Attilának. Remélem, mi hamarabb vissza fog térni közénk, és akkor együtt tudjuk már védeni a Nyíregyháza kapuját. Most ezt így kell megoldani, ma sikerült, remélem még a következő meccseken is sikerülni fog. Azért fáradtság kijött a mérkőzés végére, a kulcsjátékosoknál sajnos nem tudtam úgy belecserélni, hogy az megfelelő legyen. Védekezésben a meglévő embereink azok mind sérültek voltak, kisebb-nagyobb problémákkal küzdöttünk, és elég nyögvenyelősen tudtuk behúzni. Bár erre is azt tudom mondani, hogy ez egy gólos győzelem, és 2 pontot adnak meg a 10 gólosra is. A csapat szombaton a Törökszent Miklóst fogadja.